Nem sima úszó voltam, hanem buszonyos és búvárúszó. Ez egy ilyen elég spéci dolog, tehát ez ilyen viszonylag kevesen csinálták akkor is, és azt hiszem, hogy azóta egyre kevesebben van, aki nem lett olimpiai sportág ez az úszonyos úszás, és azért ez így hosszú távon az nem egy szerencsés helyzet. Egyébként ugyanúgy zajlottak az edzések, mint a rendes úszóknál. Reggel 6-tól 7-ig volt egy edzésünk, aztán iskola, és utána délután 3-tól 5-ig, 6-ig volt a délutáni hosszabb edzés. Hát ez nem mindig öröm, vagy nem mindig volt egy ilyen kellemes dolog, de társaság jó volt, és akkor így az ember így nem akart lemaradni semmiről, úgyhogy így szívesen lejártunk. De az még egy ilyen emlékem ebből az időszakból, hogy soha nem unatkoztunk, ami azért szerintem ilyen 15-16 évesen az egy elég jó dolog, az ember ezt elmondhatja. Volt több történet, amit így szerettem volna megírni. Valahogy ez így megfogott, vagy így rabul ejtett ez az egész, ez a kamaszkori világ. És ezt így újra meg újra előszedtem ezt a történetet. És végül is inkább az lehet benne, hogy ezt sikerült így elsőnek befejeznem. Tehát nem volt ez nagyon eltervezve. Én műfordítással foglalkoztam, és az úgy kitöltötte az időmet, és a maradék nem létező szabad időmben pedig néha elővettem ezt a könyvet, és akkor írtam, amennyit tudtam. Egyelőre ott tartunk, hogy sikerült megírni egy forgatókönyv, úgynevezett first draftot, tehát az első forgatókönyv változat, az nagyjából készen van, és aztán meglátjuk, hogy hogyan tovább. Ilyenkor ez a forgatókönyvfejlesztés, ez mindenki tapasztaltabb, ezen a téren tapasztaltabb emberek mondják, hogy azért ez egy hosszabb dolog. Remélem, hogy sikerül majd egy nagyon jó forgatókönyvet írnunk a végére.